Szerinted hány ember van a világon, aki akár egy darab olyan grafitceruzát is le tudna gyártani, amit te is használsz otthon? Elmondom, egy sem. És ha most megdöbbentél, akkor nem vagy egyedül, én is pont ugyanígy megdöbbentem. Főleg, hogyha végig gondolod, hogy miért van ez így. Hát azért, mert ugye azt a grafitot ki kell bányászni a föld alól, ahhoz gépek kellenek. Ahhoz több ember is kellhet. Utána azt el kell szállítani, fel kell őrölni, finomítani kell, fel kell dolgozni, és még ceruza lesz belőle több folyamaton egy keresztül. És pont ezt meséltem a gyerekeimnek is, akik szintén ugyanúgy megdöbbentek. És most miért mondom el ezt? Azért, mert így ezáltal fogod megérteni azt, hogy egy olyan társadalomban élünk, ahol egymáshoz vagyunk kötve, egymásra vagyunk utalva. Nincs egy darab olyan dolog sem, amit használsz, amit látsz, ami körülötted van, amihez nem kellenek emberek, amihez nem kell a többi embernek a tudása. Mert itt nem csak arról van szó, hogy társadalmi széthúzáson és úgy érzed, hogy nem tudunk együttműködni. Nem. Valójában mi tart minket össze? Mi az, ami koordinálja az emberiséget? Mi az a nyelv, mi az az erő, ami kiemelte az emberiséget az állatvilágból? Mert többek között azért is fejlődtünk tovább, mert együtt tudunk működni. Azért maradt fenn az emberiség, mert a tajgán le tudta vadászni a nála többszörös súllyal rendelkező mamutokat is. Ugyanis nem az ember a leggyorsabb, nem az ember a legerősebb állat. És még nem is mi vagyunk a legtöbben. És mégis az emberiség felülkerekedett minden egyes élőlényen. Miért van ez? Azért van, amit az előbb is mondtam, mert együtt tudunk működni. És ennek az együttműködésnek a nyelve, ez kb. 150 főig, egy-egy számig, ez működik. Ez természetesen működik. Úgy az állatoknál is, egy bizonyos egy-egy számig az állatok is tökéletesen tudnak együttműködni. És akár még konstruktívan is. Viszont 150 fő felett, képzeljétek el, az emberiség létrehozott egy olyan dolgot, ami csak a fejekben létezik, ami alapvetően nem feltétlenül fizikai dolog. És ez pedig a pénz. Az emberiség már évezredek óta elhagyta azt a fejlettségi szintet, hogy 150 fős törzsközösségekben szervezze le az életét, és már évezredek óta használunk pénzt. És ez a pénz, ez igazából egy nyelv. És ez nagyon fontos megértened. A pénz egy kommunikációs forma. Azt fejezi ki, hogy valamire szükség van, vagy nincs szükség rá. És ez a baj a világgal. A pénzrendszerünk. Hogy valaki csak úgy nyomtatja a pénzt. Most képzelj el egy virágos kertet. Mondjuk azt a virágot minden nap meg kell locsolnod azért, hogy életben maradjon. Veszel egy papírlapot, ráírod azt, hogy meglocsoltam a virágot. Ezt tudod sokszorosítani is. Én mondjuk elhiszem neked, sőt az egész társadalom elhiszi neked, hogy te meglocsoltad azt a virágot. És a valóságban, ha nem locsolod meg, az a virág elhal. A te befektetett munkád, tudásod és értéked, az akaraterőd az, ami igazából értéket teremt. A pénz csak ezt hivatott nyilvántartani és tárolni. Na most régebben a pénzrendszer mögött arany volt. Amikor volt egy pénzed, az egy ígérvény volt, amikor te bementél a bankba, akkor azért aranyat kellett, hogy neked adjanak. Az aranyat azért elég nehéz megszerezni, és azért eléggé limitált példányszámban van. Na most, az idők során azért kellemetlen volt, mert bizony nem volt annyi arany a bankban, amennyi ígérvény nyomtattak rá. És végül 1971-ben az amerikai Nixon elnök el is engedte az arany standardot, és onnantól kezdve az összes papírpénz mögött megszűnt az aranyfedezet. Ez a gond a világgal, hogy van, aki értéket akar nyomtatni. És tud is, és ezzel mit csinál? Mindenki, akinek pénze van, akinek készpénze van, attól egyenlő mértékben elveszi az értéket mögötte. Azt az értéket, amit te állítottál elő, azzal, hogy felkeltél reggel, és hasznos dolgot végeztél. Most hogyan lehetne ez más? Hát úgy lehetne más, hogyha ismét olyan pénzrendszert használnánk, amit nem tudnak nyomtatni, amit lehet ellenőrizni, ami digitális, mert olyan világban élünk, ahol az egymásra utaltság már annyira gyors és annyira szükséges a világban, hogy most már kommunikálnunk kell gyakorlatilag a világon bárkivel. Tudnunk kell azt jelezni, hogy kell valami nekem, és azt valahol mondjuk Kínába legyártják, vagy Amerikába, vagy Németországba. Vagy Németországba jeleznek nekünk, hogy itt Magyarországon gyártsunk valamit. Ezért kell, hogy digitális legyen.
Az arany sajnos ezt a szerepet már nem tudja betölteni. Legalábbis nem hitelesen. Mert ki fogja azt ellenőrizni, hogy mennyi arany van Fort Knoxban, az amerikai aranytartalékban? Ki tudja ezt? Senki. És ha még oda mennél és ránéznél, meg tudnád állapítani? Nem. Csak ha megszámolnád. És akkor folyamatosan valaki számolja, kiben fogunk megbízni? Hát erre a problémára adott megoldást a Bitcoin. Amikor 2009-ben elindult, az már egy végleges dolog volt. Az egy kész, kiforrott dolog volt. Az egy digitális pénzügyi rendszer, ami 15 éve ketyeg, 15 percenként újabban, újabb blokkokkal írva a főkönyvet. Ugyanis, amíg érméket használtunk, annak megvolt az az előnye, képzeljétek el, hogy nem kellett nyilván tartani azt, hogy ki mit csinált a törzsközösségben. Nem kellett azt tudnunk, hogy valaki valamilyen munkát elvégzett, mert ugye vezethetnénk róla egy listát is, hogy valaki valamennyit dolgozott, és azért majd mennyi jár neki. De hát ez régebben nem volt megoldható a technológia miatt. Ugye ezért használtunk érméket. Mert az érméket, ezt nem kellett ezt nyilván tartani. Az érméket csak odaadtuk, és amikor amíg nálad volt, amíg meg tudtad védeni az érméket, addig volt vásárlóerőd, volt olyan érték, amit te befektettél korábban a társadalomba, és te azt elraktad magadnak félre, nem költötted el, meg tudtál takarítani. Na most a fiat rendszer ezt is keresztbe húzza. Mert egy olyan pénzzel, ami folyamatosan nyomtatódik, inflálódik, abban nem érdemes megtakarítani. Nem arra van ösztönözve az emberiség, hogy megtakarítson, és hogy elrakja majd későbbre azt a megtermelt munkát, hanem arra, hogy azonnal költse el. És mire tudjuk azonnal elkölteni? Ami kéznél van. És sok-sok olyan felesleges tárgyat, berendezést, vagy akár lakást is építünk és gyártunk le, ami csak azért jön létre, mert értéktároló. Mert tudjuk azt legbelül, hogy az a pénz, az az ígérvény, amit nekünk nyomtattak, az hamarosan elveszi az értékét. Úgyhogy ez a pénz. És nagyon fontosnak tartom azt, hogy ezt a jövő generáció is megtudják. Úgyhogy ma volt szerencsém elmondani ezt a gyerekeimnek, és volt olyan szerencsém, és volt olyan türelmük, hogy végig is hallgassanak, és amíg nem is értették meg, talán majd évek múltán egyszer előveszik az emlékezetükből, ahogy én is emlékszem a gyerekkoromra, a jó példákra, és így tudunk jobb társadalmat építeni. A saját példánkon keresztül, és azt, hogy megértjük, hogy milyen világban élünk. Hát ezt szerettem volna nektek mondani, remélem azért érthető volt. Szép napot nektek, sziasztok!